Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk benneteket ezen a hideg pénteki november 30-án. Mindenféle dalal készültünk nektek, saját dalokkal, karácsonyi dalfeldolgozással, úgyhogy jöjjön egy klasszikus, az Elgétőtől az Ó, ha eljönnek az angyalok, jó lenne, ha eljönnének és hoznának egy kis meleget. Meg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és itt vagyoskodtok velünk. Próbálunk akkora melegséget varázsolni a muzsikával, amikorán csak tudunk. Úgyhogy nyugodtan táncoljatok, illegjetek, billegjetek, igyatok egy meleg teát, egy forralt bort. Úgyhogy érezzétek magatokat nagyon jól.
egy saját dallal, az a címe, hogy Végtelen, ez biztos a pár ismeritek már a harmadik nagy lemezről. Mihez szóljon is. Pozitív szerelmes dal is, úgyhogy szóljon egy dal a pozitív szerelmes, megvalósult, beteljesült szerelmeknek. Hajnalban
Én szeretem, szeretem a szavaidat. Én szeretem, szeretem a kacajodat. Én szeretem. Hogy ennél a dalnál van egy koreográfia, de most egy másikat fogok mutatni, ez kötelező leutánozni. Mutatom. Thank you.
te voir. Où es-tu déjà? Puis-je te voir encore une fois? Ahol azt ígérték, hogy lesz fűtés, és semmilyen fűtés nem volt. És ott annyira fáztam, és egyébként most is nagyon fázok. Itt is azt ígérték, hogy lesz fűtés, hát most nem akarok mit mondani, de ilyen fűtés. Már bocsánat. Számoltam a szervezőnek is amúgy, de hát ez borzasztó, ti hogy vagytok? Jól? Sziasztok, úgy örülök, hogy itt vagytok amúgy, ti vagytok a fénypontja ennek a mai estének. Úgyhogy folytatjuk egy párizsos dallal, egy év Párizsban az a címe. Úgyhogy kicsit kalandozzunk el a francia fővárosba. Oh.
az, akinek piros az orra. Sziasztok! Van egy dalunk egy piros orrú rénszarvasról, amivel egy kicsit ide varázsoljuk a karácsonynak a szellemét, Rudolf a vörös orrú, akit kiközösített a rénszarvas társadalom. De aztán jött Mikulás és azt mondta, hogy Rudolf, leszel a szánomnak az egyik rénszarvasa? És akkor hirtelen Rudolf nagyon népszerű lett a rénszarvasok körében, úgyhogy jöjjön az ő dala. Sétáltam hazafelé a Szent István Parkból, és azon gondolkoztam, hogy hányféle karácsony létezik. Hogy tényleg annyifélék vagyunk, annyiféle történetünk van, annyiféle családi hátterünk. Mindenkinek megvannak is maga csomagja, meg a maga ünnepe. És amikor ezen gondolkoztam, akkor megszületett az Ilyenkor című dalnak a fődallam témája a fejemben is, hogy gyorsan hazamentem, meggyújtottam az adventi koszorút, és megírtam ezt a dalt, amit most elő fogunk nektek adni. Amiben aztán azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek a karácsonyát sikerült beleírnom. Olyanokért is, akik családon belül ünneplik, olyanokért is, akik magányosan ünneplik, olyanokért is, akik örömben, olyanokért is, akik nem annyira nagy örömben. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel az Ilyenkort. Thank you.
Thank you.
csupa szívedet, mint megvédel. Sose feledem, nem én nem távol tőled. Sosem veled repülök, elmennék, ez elég, elfogd még. Veled szállok, gyermek lelkéddel utazom. Veled repülök, elmennék, ez elég, elfogd még. Veled szállok, gyermek lelkéddel utazom, utazom. Nagyon szépen köszönöm. Annyira jó, hogy láttam, hogy más is énekel rajtam kívül, és az akkor erőltem, nem hiszitek el. Viszont ma délután a létező legrosszabb logisztikát választottam, mert azt gondoltam, hogy másfél óra alatt összepakolom a kislányomat, magamat és minden tudom, és sminkelek, bepakolom a cuccaimat, a kislányom ruháit, a pelenkázó táskát, a megírom a sorrendet. De semmire nem jutott időm, és teljesen annyira ideges voltam, olyan ritkán vagyok ilyen ideges. Aztán amikor idegenkeztem a térre, akkor megnyugodtam, amikor megláttam a Gábort, aztán megláttam a Milán Bosszanatónkát, hogy milyen jó lesz már muzsikálni. És most is azt érzem, hogy annyira jó, hogy itt vagyunk, mert annyira kedvesek vagytok, és köszönjük, hogy végigálljátok velünk ezt a koncertet. Lenkéről azért is meséltem most, mert ugye nagyon, tényleg alig tudtam magunkat összerakni, de a lényeg az, hogy ő is itt van valahol, és még úgy látom, most már pont nem látom. De amúgy még egy-két dallal ezelőtt még itt tisztára bulizott, úgyhogy ja, oda fölment. Úristen, úgy, hogy fönn van ott a kávában, nem már hátul? Elment, jó? A lényeg az, hogy van egy dal, amit neki írtam. Igazából tényleg nagyon sok mindenre inspirált, vagy inspirál mind a mai napig, úgyhogy jöjjön az ő dala.
karácsonyi dal, amit nem hagyhatunk ki. Igazából én nagyon szeretem ezt a dalt. Tudom, hogy a legismertebb és legelcsépeltebb, de szerintem mindig van vele mit kezdeni, mert annyira aranyos és annyira vidám, úgyhogy jöjjön a Jingle Bells. Tök jó lenne, ha segítenétek énekelni, mert együtt már jól tudunk fázni, de hát ha jól tudunk énekelni is. Az a szöveg, de ezt lehet, hogy láttatok ismerős arcokat, biztos, hogy páran ismeritek. Mi van a vállam, hogy nem bírom, hogyha elmész, nem bírom, hogyha itt vagy. Mutatom az én szólamomat, mert kettő szólam lesz. Jó. Szóval ez a fele énekeljen velem, a másik a fele a társaságnak énekeljen Milánnal, és mondta, én szólam. Thank you.
most jön a Milánnak a szóla, figyeljetek! Nem bírom, hogyha elmész, nem bírom, hogyha itt van, nem bírom, hogyha elmész, nem bírom, hogyha itt van. Thank you.
Used to close my eyes and just didn't
Szakonyi Milán gitározott és énekelt. Szabó Tamás, Kahon, Séker, Csörgő, Percussion. Antal Gábor zongorázott és melodikázott. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog és kellemes ünnepeket kívánunk nektek. Pihenjetek sokat, egyetek sokat, töltődjetek föl, legyetek minél többet a szeretteitekkel. Úgyhogy jön a parfüm, de azután még egy dalt el akarok énekelni. Mert képzeljétek el, hogy a Tomika elhozott nekem egy száncsengőt. Egy száncsengőt. És szerencsétlen elhozta, és egy dalban nem használtam. Úgyhogy anélkül nem megyek haza, hogy nem használtam volna. De mielőtt használnám, jöjjön. Titkos kis fiolák, cseppenként vermetként próbálom egyenként úgy el.
és a zenekar 2018 Bajtoros Margotér. Ez volt 2018 Bajtoros Margotér Bugi, és az utolsó dal. Én ezt tényleg nagyon szeretem ezt a dalt, hogy szóljon még egy Jingle Bells nektek. Itt a karácsonyi vásárhoz. Szeretném megköszönni ezt az évet a teljes zenekarnak, köztük Csefregi Gézának is a hangvérnökünknek. Köszönjük szépen ezt a csodás 2018-et. Hát nem tudom sorban nektek, hogy szeretném megköszönni, hogy szuper jó volt veletek ez az év. És még szerintem tök sok jó élményünk lesz együtt, úgyhogy köszönjük, hogy támogatjátok a zenekart, és rengeteg koncertünkön ott vettek, úgyhogy Jingle Bells eljöttek velünk. Köszönjük szépen!